Erről több könyvet is írtak egyébként már, hogy vajon van-e például a kutyának telepatikus képessége, megérzi-e azt nagyon messziről, hogy például jön haza a gazda. Biológusként én azt tudom erre mondani, hogy nincsen olyan hihető, bizonyított adat, ami szerint mondjuk a kutyának valamiféle hetedik érzéke lenne. De valóban, ahogy a kedves kérdező mondja, nagyon sokan tapasztalják azt, hogy bizony a kutya úgy viselkedik, mintha abszolút tudná azt, hogy jön haza egy fontos családtag vagy a gazda. Itt több lehetőség van. Ugye az egyik egy nagyon egyszerű dolog, a kutya megtanulhatja bizonyos járműveknek a hangját. Tehát mondjuk például, hogyha valaki egy bizonyos autóval közlekedik, vagy például motorkerékpárral közlekedik, már jó messziről lehet hallani jellegzetes hangját ennek a járgánynak, tehát a kutya erre nagyon érzékenyen reagálhat. Vagy nem muszáj ehhez járműnek lenni, nem muszáj ennek hallható ingernek lenni, hogyha valaki kiszámíthatóan közlekedik, tehát mindig nagyjából egy időben jön haza, akkor a kutya erre is nagyon jól időzíteni tudja magát, tehát ő tudja azt, hogy délután 4 és 5 között szokott hazajönni a gazda, ennek megfelelően kezd izgulni már nagyjából 3:30 körül. És ez könnyűszerrel egy külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy hát igen, a kutya az megérzi, hogy jön haza valaki.